Mélyen tisztelt gyülekezet! A Jókai Mor Református Általános Iskola 115. tanévének utolsó vasárnapjának elmondom most önöknek, hogy milyen munka folyt a 2020-21. Rendkívüli tanévben, intézményünkben. Amikor erre a tanévre készültünk 2020 fenyegető augusztusában, akkor már fekete felhők gyülekeztek, és tudtuk, hogy a járvány további veszélyei is fenyegetnek bennünket, de megerősítettük a szívünket, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És elkezdtük a tanévet, és Isten segítségével nem sokára be is fejezzük azt. Az iskolánk létszámáról szeretnék most számot adni. A mai napon, a mai napi adatok szerint 739 gyermek jár a Jókai Mor Református Általános Iskolába, 28 osztályba, 101 dolgozó, ebből 64 pedagógus segíti a tanulásukat a tárgyi feltételekről. Ebben a 2020-as és 2021-es tanévben nem csak pandémia volt a világban, hanem nekünk nagy reménységünk is, ugyanis a tárgyi feltételek tekintetében most tulajdonképpen egy legfontosabb dologról számolhatok be önöknek. Hálát adok Istennek, hogy ez a látványterv elkészülhetett, hálát adok Istennek, hogy az elmúlt időszak takarékos gazdálkodása, a fenntartó támogatása mellett az iskolánkban egy olyan létesítmény készülhet el, reménységünk szerint ebben az évben, amelyik régi jóka is álmokat és törekvéseket szolgál, majd 115 év után lesz a Színház utcai épületünknek ebédlője, modern tornaterem és 6 tanterem épül. Olyan sebességgel és olyan körültekintő gondoskodással és a fenntartó gyülekezet olyan támogatásával, amely mellett nyugodt szívvel, imádságos szívvel, nem rohanhabva dolgozhattunk egész tanévben. Azért a tárgyi feltételekkel kapcsolatban el kell mondjam, hogy ugyan minden anyagi erőnket erre áldoztuk, de természetesen a gyerekek tanulásához minden eszközt biztosítottunk ebben a tanévben is. Mutatok egy képet, amin önök egy professzionális LEGO robotasztalt, egy versenyasztalt láthatnak, amely jelenleg még egy icipici szerverszobában áll, de rajta a LEGO robotjainkkal és a két ablak között láthatnak repülni egy drónt is, mert ilyen modern technológiai eszközök is vannak a gyerekek programozás tanulását segítendő, de természetesen minden más egyébbel is rendelkezünk ahhoz, hogy folyhasson iskolánkban a munka. A pedagógiai folyamatokról a nyolcadikosainknak a próbafelvételi képe mellett szeretnék beszélni önöknek. Hát augusztusban, abban az emlegetett augusztusban tudtuk, hogy egyetlen egy lehetőség van arra, hogy keresztény iskolához méltó tanévünk lehessen. Biztonságos tanulási környezetet kell teremtenünk a gyerekek számára és a mi munkánkhoz. Ehhez nagyon széles körű konszenzusra volt szükség. Minden intézkedésünk, mert hát a minisztérium meghatározta az iskolák intézkedéséhez a szabályokat, minden intézkedésünk a fenntartóval egyeztetve a legszélesebb együtt gondolkodásban készült. Ez elég nehéz feladat volt, amikor pedig az intézkedési terv azt is tartalmazta, hogy a szülőket kívül kell tartanunk az iskolának a falain. Először is a tantestületnek volt szükség az egyetértésére a védekezés szabályainak a meghatározásában. Aztán azzal kezdtük azt a tanévet, hogy felkészültünk arra, hogy mi lesz, hogyha nem lehet jelenléti oktatásban tanítani, jelenléti nevelést folytatni. Úgyhogy a tavalyi tanévnek a lemaradásai mellett a tanév elején a gyerekeket professzionális Google Classroom használókká kellett tennünk, mert a tavalyi tanévben csak hevenyészve interneten keresztül tudtuk nekik megtanítani ennek a online oktatásra való egyébként nagyon jól bevált felületnek a használatát, és ugyanerre a segítségre szorultak a pedagógusok is.
És nagyon fontos volt a számunkra még augusztusban a védekezés pontos szabályainak a megfogalmazása, hogy mindenki tudja, hogy hogyan működnek a dolgok, mert a gyerekeknek csak ez teremthet biztonságot. És az, hogyha egyetértésben vannak ezzel kapcsolatban a felnőttek. Hát így kezdtünk tavaly szeptemberben kétszeresen nehezített körülmények között, mert az a csodálatos látványterv, amit az előbb mutattam, azért az nehezítés volt is volt, és most is az a számunkra, hiszen icipici udvar maradékon kell a gyerekekkel, egy tornateremmel is kevesebb, tanteremmel is kevesebb, és térrel is kevesebb adatott a számunkra, hogy a pandémia keretei között tanulhassunk. De a zárt ajtók mögött kialakítottuk a rendet, és tettük a dolgunkat, és tesszük is a dolgunkat. A zárt ajtók mögött olyan pillanatokra is sor kerülhetett, amelyekről csak a fényképezőgép lencséjén keresztül értesülhettek a szülők, és egymással is távolságtartással kellett lennünk, még a tantestület két részének is. Ez nagyon sok munkát és nagyon sok odafigyelést kívánt. Aztán az, amitől féltünk, az online oktatás is elkövetkezett március 8-án, a miniszterelnök úr online oktatást rendelt el. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy mi csak az alsó tagozatosokat csak arra 23 napra kellett, hogy otthon tartsuk, és a felső tagozattal is csak a központilag elrendelt 38 napon keresztül voltunk távol egymástól. Egyébként az iskolánkat természetesen elérte a járvány, 21 pedagógus betegedett meg, főleg az őszi szünet környékén, és 29 igazolt COVID-beteg tanuló volt. Tudjuk ugyan, hogy sokkal több, mert a gyerekek tesztelése nem nagyon folyt. De összesen 6 osztályunk volt a védekezési szabályainak a szigorú betartása mellett karanténban. Volt olyan osztály, hogy csak 2 napig, és volt olyan, amelyik azt hiszem a legtöbb 6 napig. És a többi időben pedig fejvesztve menekültünk előre, és tettük a dolgunkat a zárt iskolában, és igyekeztünk, hogy a maszkkal eltakart arcunk, kilátszó legalább szemünk biztonságot, nyugalmat és segítségnyújtás sugározzon a gyerekek és egymás számára. És úgy kellett az online oktatás során is dolgoznunk, a pedagógusok igyekeztek a személyes kapcsolatot fenntartani a gyerekekkel, hogy aztán visszatérhessünk az iskolába, mert ez pedagógiailag nem kicsi feladat, ez sem, hogy egy ilyen elzártság után visszatérni. Na most úgy kellett ezt csinálnunk, hogy a szülőkkel együtt, és nagyon hálásak vagyunk Istennek a családokért, akik körülvesznek bennünket, akik minden segítséget megadtak ehhez, és tűrték, hogy kizárjuk őket az intézményből, és az ablakon keresztül kukucskáltak a földszinti tantermekbe, de megvolt bennük a bizalom. Ezt onnan tudjuk, számadatokkal is tudom bizonyítani, hogy az alsó tagozat visszatértekor a 383 diákból, azok között a kemény körülmények között, amiket Istennek hála már majdnem elfelejtettünk április 19-én a Jókaiból, a média cirkusz mellett is csak 58 gyermek hiányzott az első napon, és egy hét alatt a szokásos hiányzásra szorult vissza a gyermekeknek a hiányzása. És amikor a felső tagozatosok visszatértek május 9-én, akkor szinte megegyezett a tanulói mulasztás a szokásossal. Visszatértünk az iskolába, és nem csak visszatértünk az iskolába, hanem még rá is tettünk egy lapáttal, és megpróbáltuk, ha nem is pótolni, de kicsit újra behozni a gyerekek életébe az élményeket, a közösséget, és igyekeztünk, hogy biztonságban érezzék magukat. Most mindenféle adat helyett, amely arról szólna, hogy hány levelet írtam a mozanaplón keresztül a családoknak, hogy a pedagógusok naponta hány telefont bonyolítottak, az alsótagozatos tanítók különösen, hogy hány messenger üzenetre válaszoltak, amelyik vagy aggódott, vagy örült. Ehelyett álljon itt egy kép, amelyik a második A-osztályos
irodalmi kört ábrázolja, ahogyan a legnagyobb tombolása közepette a világjárványnak ülnek, és egyik kis társuk éppen most elolvasott könyvéről számol be a többieknek. Hát ilyen biztonságban érezték magukat, Istennek hála, a gyerekek a mi iskolánkban. És most tanulmányi eredményekről is szeretnék beszámolni önöknek. Egyelőre az első fél év eredményeit tudom megmutatni, mert még holnap lesznek az osztályozó konferenciák a Jókaiban minden tagozaton. A fél évi tanulmányi átlagunk 4,66 század volt, egy kicsit aggódtunk mi is, hogy nem, mert természetesen ez az év most nem az értékelésről, számonkérésről szólt, hogy ez nem magasabb lesz-e ez a szám, de összevetve az előző évekkel egy-két tizedes eltérés tapasztalható, úgyhogy igyekeztünk megőrizni azért a reális értékelést a Jókaiban, ahogyan ez a Jókai hagyományai megkövetelik, a keresztény rend, a jó rend megköveteli. Alul teljesítő tanuló a Jókai ma református iskolában az első fél évben egy tanuló volt, kitűnő tanuló 229 fő, és olyan diák, akinek legalább 4,5 volt az átlaga, 560 fő tanuló. Természetesen megtartottuk a lassúbbak segítésével és az előre igyekvők támogatásával kapcsolatos tevékenységeinket is. Most arról szeretnék beszámolni, melyek azok a tevékenységek, amelyek ebben a helyzetben az zárt ajtók mögött azért megtörténtek egész évben a Jókaiban. Most is megvizsgáltuk, hogy a kis elsősök minden részképessége rendben van-e, és kik azok, akiknek esetleg oda kell figyelnünk a segítésére a tanulási folyamatban. Mind a 61 BTM-en tanulónk, vagyis beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónk, és 13 fő sajátos nevelési igényű gyermek megkapta minden heti segítségét az iskolánkban. 18 fővel foglalkozott a logopédus, és a gyógytestnevelésre szoruló 24 diákunk is fejlesztésben részesült, főleg online tudtuk most ezt biztosítani az idén. És a felzárkóztatás minden évfolyamon a szokásoknak megfelelően folyt ott az iskolában a kapuk mögött. És akkor beszeretnék számolni a tehetséggondozásunknak a tevékenységeiről is. Megtörtént a tehetségszűrés, mint ahogy most már minden évben a Jókaiban, az első, harmadik, ötödik és hetedik évfolyamokon teljes körűen, és ennek a szűrésnek az eredményeképpen tantárgyi gazdagító szakkörök is elindultak, ugyan kicsit késve ebben a tanévben, de még online is folytatódtak amikor távol voltak a gyerekek. 41 tantárgyi gazdagító csoport működik a mi iskolánkban szerintem egyedülálló módon. Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, angolból, természetismeretből, történelemből, fizikából, biológiából. Már a kiselsősöknél is van természettudományi tehetséggondozás, és 346 diák vesz ebben részt, és a Jókai pedagógusok irányításával történik ez a munka. Azt gondoltuk augusztusban, hogy mindent betervezünk, mindenféle versenyt és mindenféle programot. Aztán az ősszel azt gondoltuk, hogy ebből nem lesz semmi. De kedves gyülekezet, a Jókai pedagógusok 14 féle házi versenyt szerveztek a pandémia ellenére is. Volt, amelyik online versenyünk volt, és a visszatérés után most azt hiszem 11 házi versenyre került sor az utolsó hónapban. Itt ezen a képen ötödikeseket láthatnak, ahol a nagyon népszerű, egyre népszerűbb és nagyon jó hangulatú angol csapat versenyen küzdenek, és örülnek egy feladatnak láthatólag. És volt hangos olvasási verseny a legkisebbeknek, nem tudtam nem ide tenni ezt a képet erről a nagyon lelkes fiatalemberről, és ezen a képen pedig az iskolánk aulájában a legnagyobbak, azt hiszem a hetedikesek, a természettudományi házi verseny során elnyert oklevelüket mutatják. Tisztelt gyülekezet, a Jókaiban olyan pedagógusok is vannak, akik még februárban is projekteken dolgoztak a gyerekekkel, és így kerülhetett sor például a második B-osztály reneszánsz projekt hetére, ahol a szülők, akik ugye, mint tudjuk, be sem léphettek az iskolába az idén, segítségével egész héten a gyerekek a reneszánsz időszaknak
időszakot tanulmányozták, és hatalmas élmény volt a számukra ez a hét, és így kerülhetett sor például a második céseknek a jégvilág témahetére, ahol pedig a sarkvidéki éghajlatot a fenntarthatóságra nevelés jegyében tanulmányozták a gyerekek. És a harmadik, negyedik évfolyam pedig a iskolánkban nagy értéknek számító együttműködés keretében egy erdők élővilágával, a fenntartható élővilággal kapcsolatos projekthetet szerveztek. És pályaorientációs témanap is volt az idén. Az első másodikosoknál olyan sikeres volt a rendőrségi bemutató, hogy több gyerek is rendőrnek készül azóta, és a nagyobbak pedig üzemlátogatásokon vehettek részt minden olyan helyen, minden olyan partnerünknél, aki beengedte a gyerekeket a pandémia ellenére. Így elmehettek a Pange a hotelba, a Mokka cukrászdában a gyerekek kis hajhálóban süteményeket készítettek, tehát élménypedagógia folyt és tevékenykedtetés. És megszerveztük a foci kupát, itt az első ás aranycsapatot láthatják az összes szurkolójukkal együtt, és a pedagógusok múzeumba is elvitték a gyerekeket a nyitás után levéltárba, és megszerveztük a kirándulásokat ősszel is, ősszel csak városkörnyéki célpontokra, óvatosan a járvány miatt. Most messzebbre is eljuthattak a gyerekeink, a hatodik cések például ezen a fotón Eger környékére kirándultak, de van a város környékén is elég látnivaló, itt úgy látom kakasos nyalókával a kicsikék sóstói kirándulásukon ezek a tegnapi napnak a képei. És megszerveztük idén a csibeavatót is, amelyben mindig a kis elsősöknek a befogadásával kapcsolatos rendezvényünk, ez mindig októberben szoktuk tartani, és láthatják itt a büszke, már nem kicsi, hanem már igazi iskolás joga is elsősöket, ahogy a kis sárga pólójukban felsorakoznak az alsó tagozat udvarán. Hát sajnos erre a rendezvényünkre se tudtuk meghívni a szülőket, pedig mindig ott szoktak lenni velünk. A beiskolázási számokat szeretném megmutatni önöknek. Az idei beiskolázási program is elég kemény munka volt, hiszen képzeljék csak, nem tudtuk behívni az óvodásokat most az iskolába, nem tudtunk találkozni a családokkal, akik 8 évre szánják ide a csemetéjüket. Így iskolafilmet készítettünk, és a fenntartó engedélyével behívtuk mégiscsak a szülőket egy tájékoztatásra, tartottuk a kapcsolatot interneten, és a végén 104 család fejezte ki kívánságát, és abból 3 osztályt tudunk indítani, és a végén 78 kis elsős iratkozott be a Jókaiba, ami azt jelenti, hogy átlagban 26-os osztálylétszámokkal elindulhat a tanulás, és lesz utánpótlás a következő tanévben is. Hálát adunk ezért Istennek, gondot viselt ránk. És most nézzük a kimeneti eredményeket. A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatban szeretném nagy örömmel és hálaadással hirdetni, hogy 111 diákunkból körülbelül 80% az első helyen megjelölt intézményekben folytathatja a tanulmányait a következő tanévtől. A továbbtanulás támogatása az nagyon erős prioritás a Jókaiban, és elvárása a családok részéről, és mi ennek minden áron meg akarunk felelni. Mindig is már a felső tagozat elejétől törődünk ezzel, és 7. osztályban az osztályfőnökök mindent elkövetnek, hogy a választása a gyerekeknek minden segítséget, támogatást megkapjon, és 8. pedig már évtizedek óta felvételi előkészítő alkalmakat szervezünk, amelyek most igen időszerűek lettek, hiszen most a középiskolák ezt nem tették. Ennek köszönhetően hálásak vagyunk azért, hogy a Jóka is 111 diák közül 79-en gimnáziumba, és 32-en pedig szakgimnáziumban folytatják a tanulmányaikat, és biztonságban érezhetik magukat a következő évek által. Hálaadással vagyunk, hogy az idén a tavalyi jókaisok konfirmációs fogadalom tétele is megtörténhetett. Köszönettel tartozunk a lelkészeknek, a gyülekezetnek, hogy
online módon is felkészítette őket erre. És a több mint 200 befogadott diák közül, mostani 8-osunk közül 58 református diák tett konfirmációi fogadalmat azon a bizonyos vasárnapon, és a többi 11 pedig, aki még református, az más gyülekezetekben konfirmált, imádságba foglaljuk a életüket. Én befejezésül csak szeretnék hálát adni. Hálát adni a elmúlt tanévért, hogy megtartott bennünket, hálát adni, hogy végighez tudtuk vinni a munkánkat, hogy itt a város 24 iskolája között mi a református iskolához méltóan tudtuk végezni a munkánkat, és megtartotta a gyerekeinket és a dolgozóinkat, és abban annak a reménységnek szeretnék hangot adni, hogy a következő tanévben az új létesítménnyel 21. századi körülmények között egy kicsit megkönnyebbedve dolgozhatunk majd, és hogy végre itt a családokkal is találkozhatunk itt a templomban a családos Isten tiszteleteken. Hálás vagyok Istennek ezért, és Istené a dicsőség a 2020-21. tanévért. Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldás békesség.